Nagy Márk vagyok a Szegána Kft-től, és szeretném bemutatni a Mascar Montana 450-es vetőgépet. Igazából ezekből a Mascarnak a Montana gépcsaládjából van 400-tól 600-ig, tehát 4 métertől 6 méteres munkaszélesség, tehát köztük van a 4,5, illetve az 5 méteres, tehát ebből 4 gépből áll össze a gépcsalád. Ez egy pneumatikus gabonavetőgép, aminek az érdekessége az, hogy ezen egy központi magadagoló van, vagyis hogy nem is egy, hanem 4 darab. Tehát egymás mellett van 4 magadagoló, és utána megy a 4 magelosztóra. Tehát 1, 2, 3 és 4. Ennek az egy nagy előnye, hogy maguk a magelosztó után szépen egyenletesen lejtenek a csövek, és emiatt nem tömődik el, tehát nem áll benne a mag, mint amikor központilag van elhelyezve. Ez a vetőgép, ez két tárcsás csoroszjás, de lehet egy tárcsás csoroszjással is rendelni. Maguk a csoroszják után lehet magnyomókerék, illetve itt még nincsen felszerelve a szállítás miatt, de utána van mindenképp a boronasor. Maga a magtartály itt egy 1500 literes, tehát egy alapból van nagyjából idáig. 1000 literes tartály is arra jön rá egy, ez a magasítás, egy 500 literes magasítás, és így lett 1500 literes a magtartály. A magtartályban egyébként opcióként rács is rendelhető, illetve van ennek olyan kivitele is, ami magot és starter műtrágyát is kijuttat. Ilyenkor két adagoló van, tehát van egy a maghoz, illetve egy a starter műtrágyához. A gép beállításához, leforgatásához egyébként itt mindjárt oda megyünk oldalra. Itt van egy tálca a gép oldalára felrögzítve. Ezt tudom kivenni, és hogyha ezt a kart itt, mindjárt próbálom odafordítani a kamerát, tehát itt ezt a kart lehúzom, itt oldalt le lehet ereszteni, és ide lehet a magadagolók alá berakni ezt a tálcát, és avval lehet egy leforgatási próbát végezni. Egyébként, és akkor megvan, hogy a hajtóművet hányszor kell megforgatni. Itt látszódik a fokozatmentes hajtómű, itt kell nézni, hogy a 4,5 méteres és a leforgatási próbánál, hogy 1 század hektárt nézzek, akkor 15-ször kell fordítani ezen a tengelyen, amihez van egy kar. És itt van a fokozatmentes hajtómű, ami a gépnek az alapfelszereltsége. Ezzel gyakorlatilag úgy lehet vetni, hogy akár repce esetében, itt van például egy táblázatunk, itt van a repce, és akár le lehet menni 0,5 kg per hektáros mennyiségig. Hát ilyen maximumban ilyen 500 kg környékén lehet hektáronként, de hát arra igen-igen ritkán van nálunk szükség. Erre a gépre a sorelzáró elektronika is föl van szerelve, egyébként ez hektármérős is, tehát itt van 2, és itt van a másik velosztónál két sor, amit elzár a rendszer. Maga a nyitás az hidraulikusan történik, és ez 2,5 méteres munkaszélességre, pontosan 2,55 méteresre. Hidraulikusan működnek továbbá a nyomjelzők. Tehát itt vannak a nyomjelzők, tehát azok pedig egy egyszeres működésű munkahenger kell neki.
a nyitáshoz, ahhoz pedig kettős működésű. No, a ventilátornak a hajtása az lehet 540-es vagy 1000-es, ez választható egyébként. Itt erre a gépre opciós nyomlazítót is kértünk, tehát abban is felszerelt a gép, illetve ennél olyan opciónk is van, hogy a csorosznyomást nyomást itt tudom állítani, és akkor láttunk itt még egy hidraulika csövet, itt ezzel a kék végződéssel, az is egy egyszeres működésű munkahenger, és avval tudom állítani a csorosznyomást bentről a fülkéből. Tehát, hogyha olyan foltra érnek, ahol nehezebb, kötöttebb a talaj, akkor tudok még ráadni csorosznyomást, vagy tudom csökkenteni, hogyha könnyebb részre, homokosabb részre érek. A gépen alapfölszereltség egyébként a közúti világítás, tehát ez benne van, illetve hátul van ez a pódium létra, itt ami per pillanat fölcsukott állapotban van. A géphez ide hátulra rendelhető, még ahogy az elején elkezdtem, a kéttárcsás csorosznya, de az egytárcsás mögé is lehet magnyomó kereket rendelni. A magnyomó keréknek egyébként két fontos tulajdonsága van. Egy az, hogy javítja a talaj és a mag kontaktusát, illetve apró mag vetésnél, mint például a repce, annál nagyon jó egyenletes mélység, vetési mélység beállítást tesz lehetővé. Tehát nagyon precízen tudja a vetési mélységet tartani ilyenkor a gép. Remélem hasznos volt a bemutató. Köszönöm, hogy megtekintették a videónkat, és nézzék meg többi gépeinkről készült bemutatókat is. Köszönöm a figyelmet!